Az ungvári magyar főkonzulátus már több mint 10 éve ápol jó kapcsolatokat a vereckei hágó Lemberg megyei oldalán található településekkel. Ez alkalommal generátorokat és 20 darab 10 kg-os élelmiszercsomagot juttattak el a Kozovszkai térség 3 települését magába foglaló körzetbe. A generátorokra nagy szükségünk van annak ellenére, hogy jelenleg folyamatos az áramellátás, de az ellenség folytatja a támadásokat. A körzetünkben iskolák, óvodák vannak és egy közösségi ház, amelyet óvóhelyként is használunk. Baj esetén mindenhol szükség van az áramellátásra. A háború miatt sokan elvesztették a munkahelyüket. Vannak nagy családosaink is, és sok az egyedülálló idős ember. Így az élelmiszer szernek is nagy hasznát vesztük. Köszönet ezért a segítségnyújtásért. Az egyik generátor a Zsupani általános iskolába került, ahol minden elektromos árammal működik, a kazán is. Nálunk 22 gyermek tanul. A fűtési rendszerünk kizárólag elektromos árammal működik. Ennek hiányában például a tervezett kikapcsolások vagy a nálunk gyakran előforduló viharok miatt nincs fűtés. Ezért szükséges a nagy teljesítményű generátor, aminek köszönhetően meleg lesz az iskolánkban, és biztosítva lesznek az oktatás feltételei. A térségben működő egyik civil szervezet is jelezte, hogy munkájukhoz nagy szükség lenne egy áramfejlesztőre. Vágyuk most teljesült. Az ukránoknak van egy mondása, a jó szomszéd többet ér egy rokonnál. Ez a mi kapcsolatunkra is igaz, hiszen több mint 10 éves kapcsolat fűz bennünket magyar barátainkhoz. Nemrég megalakítottuk a Bojkó Örökség civil szervezetet, amely az itt élő bojkó népcsoport hagyományait, kultúráját igyekszik bemutatni és megőrizni. A rendezvényeinket gyakran tartjuk falvakban vagy a települések határán kívül, ezért nagy és hasznos segítség számunkra a magyar fél adománya. Zsupáni község 10 éve írt alá testvértelepülési megállapodást Fényes Litkével. Márta Tibor polgármester irányításával a már említett közösségi ház felújítását a magyar fél támogatta. Különösen nagy öröm számunkra, hogy a zsupáni településen abban a klubban vagy közösségi házban tudtuk elhelyezni ezt a generátort, amelyet magyar támogatással, Fényes Litke koordinálása mellett tudtunk felújítani, és most láthattuk azt, hogy ez a közösségi ház, ez a közösségi tér, ez él, működik, rendszeres események vannak, sajnos a háború miatt most óvóhelyként is szolgál, és ilyen emiatt ott iskolai oktatás is folyik, ugye sors furcsa frintora, de a lényeg az, hogy használják, és örülnek neki, és nagyon szép állapotban, rendben tartják. És azt gondolom, hogy ennek az együttműködésnek, ezeknek a támogatásoknak lesz folytatása. Az itt élő emberek megérdemlik ezt, és nagyon hálásak azért a segítségért, amit kaptak. Az adományt a miniszterelnökség támogatásával és a Beregszászi járási Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével sikerült beszerezni.